Hello! Üdvözlöm mindenkit legújabb adásával, az Anime & Japan Critics. Mai adásomban ismételt egy eléggé érdekes és kalandvágyó történettel szeretnék foglalkozni, ami nem más lenne, mint a Sekai Saikyo no Ansatsusha Isekai Kizoku ni Tensei Suru, avagy egyszerűbb nevén a Sekai Saikyo no Ansatsusha. A Sekai Saikyo no Ansatsusha mifeltekintve a fantasy történetek kategóriájához tartozik. Maga történetünk legelőször Rui Tsukio tollából született meg, aki 2018 és 21 között egy novella szériát, míg 2019-től indulólag 6 kötetnyi light novelt és további 4 kötetnyi mangát publikált az eddigiekben. Ezt követően azonban megjelent maga az anime is, mely legvégezetül 2021. október és december között Masafumi Tamura rendező és Katsuhiko Takayama forgatókönyvírók által 12 rész formájában jelent meg. Történetünk a jelen világunkban veszi kezdetét a világ legremekebb bérgyilkosával, akit saját megbízói árulnak el, és gyilkolják meg aljas módon. Azonban egy istennő és a sors kegyéből végül megadatik számára az újjászületés lehetősége egy másik, a mágia által is uralt világban. Ám az istennő cserébe egy rendkívüli feladatot bíz rá, melyben a világ megmentőjét, avagy későbbi elpusztítóját kell megölnie, miután az végzett a démonúrral. Főhősünk a nemesi orvos, avagy bérgyilkos családba születik bele, mint Tuata de Lu, avagy Sian és Esri első számú örököse. Lu már fiatalon és páratlan tehetséggel és ügyességgel rendelkezik, melyek hamar apja fölébe helyezik őt. Azonban előző életének tapasztalatai jókora változásokat is hoznak az életébe, köztük is a kegyesség és a szeretet érzésének bekerülését. Ezek révén számtalan társra is szertesz, köztük is szerelmére Diára, az árvonylányra Mahára és későbbi szolgálójára Tártéra, kikkel közösen számtalan küldetést és akadályt is leküzd a jövőben, hogy egy nap megváltoztathassa a sorsát. Összességében nekem tetszett ez a történet, mely remek sztorival, fordulatokkal és cselekménnyel is rendelkezett. Ugyanúgy dicsérhető a hang és a képvilág abszolút elsöprő minősége is. Így ha ezek alapján kéne értékelnem, akkor a Sekai Saikyo no Ansatsusha Isekai Kizoku ni Tensei Suru végül is egy 10/10-es történet lenne az én megítélésem szerint. Amíg viszont belekezdtek, előre is jó szórakozást kívánok, és természetesen kövessetek engem a továbbiakban is. Sziasztok!